Többek között ezt a részt is érinti az a beruházás, melyre a terület és településfejlesztési operatív program révén benyújtott pályázatnak köszönhetően 281 millió forintot nyert a ciklói önkormányzat mederburkolásra, záportározó és hordalék fogógátak építésére. Molnár Józsefné, Cikó polgármester elmondta, a hirtelen lezúduló eső óriási károkat okoz a településen, 4-5 évente rendszeresen elmossa a központot. A mederből kibukó esővíz pedig járhatatlanná teszi az útkereszteződéseket, valamint megrongálja a környező házakat is. A Cikó község önkormányzata 2020-ban top program keretein belül több mint 281 millió Európai Uniós támogatásban részesült. Ebből a cikói vízelvezető rendszer felújítása történik meg több mint 4 kilométeren keresztül. Hozzátette, a település számára nagy jelentőséggel bír a beruházás, mert az elmúlt években nem volt lehetőség vízrendezésre. Ennek köszönhetően a vízkár elhárítási feltételek nagyban javulnak, és élhetőbb lesz Cikó is. Egy záportározó épül, valamint hordalékfogógátak és iszapfogók épülnek a projekt keretein belül. A meder teljes hosszába tisztításra kerül, részlegesen mederburkolás történik, és a mellékárkok burkolása is megtörténik. Az önkormányzat a tervek elfogadására vár, jóváhagyás esetén elindulhat a közbeszerzési eljárás és a kivitelezés folyamata.